Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma hírmagazint látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. Képviselőtestület, folytatjuk összefoglalónkat a szeptember 28-ai ülésről. Segítségnyújtás, a szociális rendelet módosításával és kibővítésével szeretné segíteni az önkormányzat a lakosságot. Kutatók éjszakája, botanikus kertbe látogathattak, és történelmi előadást hallgathattak az érdeklődők a Faluház rendezvényén. Folytatjuk összefoglalónkat Budakalászváros önkormányzat képviselőtestületének szeptember 28-ai üléséről. Több budakalászi ingatlant érintő kérdésekben is döntött múlt hét szerdán a grémium. Még 2022. február 25-én írt ki pályázatot Budakalászváros önkormányzata két Sekrestyés utcai ingatlan értékesítésére. A pályázat beadási határideje augusztus 11-én lejárt és eredménytelenül zárult, így újabb pályázat kiírása szükséges. A határozati javaslat a következő. Budakalász város önkormányzatának képviselőtestülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Sekrestyés utca 3706/2-es helyrajzi szám alatti belterületi építési telek vonatkozásában az értékesítésre irányuló pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, és egyben az újabb pályázati kiírásban az induló vételárat 43.800.000 forint plusz áfa, azaz bruttó 55.626.000 forintban állapítja meg. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan értékesítéséről szóló pályázat kiírására, annak nyilvánossá tételére, a beérkezett pályázatok értékelő munkacsoport útján történő feldolgozására. A pályázatok értékesítéséről a képviselőtestület értékeléséről a képviselőtestület dönt. Kérem szavazzatok! A képviselőtestület 8 igen, 2 tartózkodás mellett a határozatot elfogadta. A 11. napi rendi pontban a Táncsics utca és a Budai út 54-es számú ingatlan telekhatárrendezésére vonatkozó javaslatot tárgyalta a képviselőtestület, mely a Kalássuli tornaterem építési beruházásával kapcsolatos. A Kalássuli tornaterem építési beruházásának előkészítéséhez a kormány jelentős forrást biztosított. A tornaterem építésével egyidejűleg az iskola parkolási gondjainak megoldása is kiemelt cél. Ennek érdekében a parkolók áthelyezése javasolt a Táncsics Mihály utca telekhatárra, az új helyen kialakítandó merőleges parkolóhelyek a telek területén, de az iskola elkerültett részén kívül létesülnének a hézben foglaltaknak megfelelően. Az ingatlan nyilvántartási átvezetésre szükséges a két ingatlant egyező vagyoni státusba sorolni. Az előterjesztést a település fejlesztési és környezetvédelmi bizottság megtárgyalt és elfogadásra javasolta. A képviselőtestület a határozatot 10 igen mellett elfogadta. A 15. és 16. napi rendi pontokban a testület budakalászi ingatlanok belterületbe csatolásáról döntött. Javaslat a Gyümölcs utca 3071/2-es helyrajzi számú zártkerti ingatlan belterületbe csatolására. Az ingatlan tulajdonosa kezdeményezte a belterületbe csatolást. Az ingatlan méreteinél és elhelyezkedésénél fogva a területre érvényes hész előírásainak megfelelő lakóházas beépítésre alkalmas földrészlet a vele határos közút belterületbe tartozik, és a szomszédos ingatlanok belterületbe tartoznak. Az előterjesztést a település fejlesztési és környezetvédelmi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kíván-e valaki hozzászólni, kérdezni? Nem, a határozati javaslat a következő. Budakalász város önkormányzat képviselőtestülete a budakalászi 3071/2-es helyrajzi számú természetben
a Gyümölcs utcában található zártkerti ingatlan belterületbe csatolja. A belterületbe csatolás feltétele, hogy a fekvésváltási eljárás költségeit a tulajdonos vállalja. A belterületi becsatolással kapcsolatos egyéb feladatokat az önkormányzat végzi el. Kérem, szavazzatok! A képviselőtestület 10 igen mellett a határozatot elfogadta. A budakalászi 3008, 3009 és 3010-es helyrajzi számú zártkerti ingatlanok tulajdonosai közösen kérték az ingatlanok belterületbe vonását. Az ingatlanok méretüknél és elhelyezkedésüknél fogva a területre érvényes HÉSZ előírásainak megfelelő lakóházas beépítésre alkalmas földrészletek. A szomszédos ingatlanok már belterületbe tartoznak, ahogyan a telek megközelítését biztosító Gyümölcs utca is. Az előterjesztést a Település Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A testület az ingatlanok belterületbe vonásáról szóló határozatot 10 igen mellett elfogadta. Az ülésen később döntés született a Budai út 26 és a Szentendrei út 24-es szám alatt álló ingatlanok pályázat nélküli ingyenes használatba adásáról is, a Viola Egyesület és az Egészséges Budakalászért Egyesület részére. A Viola Egyesület a Budai út 26 szám alatt található, udvarról nyíló 15 négyzetméteres ingatlant a közösség és társadalmi tevékenységük ellátására a nagy mennyiségű beérkező adomány elhelyezésére, szortírozására szeretné ingyenesen használatba venni 2 éves időtartamra. Javasoljuk az Egészséges Budakalászért Egyesület részére is az ingyenes helyiség használat biztosítását. Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Társadalmi Szolidaritás és Humánügyek Bizottsága megtárgyalta, és elfogadásra javasolta. Az egyesületek munkáját segítő ingatlanok használatba adásához Nágel István alpolgármester szólt hozzá, részletezve helyzetüket. Kiegészítésképpen, tehát mind az Egészségklub, mind a Viola Egyesület egyébként hosszú évek óta ingyenesen használja ezeket a helyiségeket, csak eddig erről nem volt semmilyen szerződés. Tehát gyakorlatilag ez az előterjesztés és ez a szerződés megkötése arról szól, hogy tegyük hivatalossá ezeket a helység használatot, ezt a helység használatot, tehát a működésükben nem történik semmi változás, csak jelen pillanatban a szerződéses hátteret rendezni fogjuk. Köszönöm szépen. A határozatot a képviselőtestület 10 igen mellett elfogadta. Ezzel minden ingatlanokkal kapcsolatos határozatról szóló döntés megszületett az ülésen. Az utolsó 5 napi rendi pont tárgyalásáról az összefoglalónkat holnapi híradónkban láthatják. A szociális rendelet módosításával és kibővítésével szeretne segíteni Budakalászváros önkormányzata a lakosságnak, írja a város hivatalos weboldala. A jelentősen megemelkedett lakossági villamos energia és földgáz árak miatt a rezsiköltség nagy terhet ró sok budakalászi családra. Annak érdekében, hogy a fűtési szezon alatt az áremelés miatt kiszolgáltatott helyzetbe kerülőknek segítséget nyújthasson az önkormányzat, a szociális rendeletben több módosítás is történt, például rendkívüli rezsitámogatás és lakásfenntartási támogatás is igényelhető, olvasható a honlapon. A támogatások jellemzően jövedelemhatárhoz kötöttek. A kérelmek benyújtásakor a kérelmezőnek nyilatkoznia kell saját, illetve családja vagyoni jövedelmi viszonyairól is, részletezi a portál. A jogosultság határai eltérőek a családban élők, az egyedül élők és az egyedülállók esetében, azért, hogy a segítség a leginkább rászorultakhoz jusson el, írja a budakalász.hu. A támogatásokra készült nyomtatványok megtalálhatóak a www.budakalász.hu oldalon, azon belül az ügyintézés fül alatt a szociális ügytípusnál, valamint személyesen a budakalászi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán is kérhetők. További részletek a város weboldalán. Idén is szeptember utolsó hétvégéjén rendezték meg Európa szerte a Kutatók Éjszakája című ingyenes eseménysorozatot, mely a tudományos életpálya népszerűsítésére hivatott.
A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében különböző területek titkaiba pillanthattak be az érdeklődők múlt pénteken. A rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára. Külső helyszín is bekapcsolódott az eseményekbe. A Budakalászi Gyógynövény Kutatóintézet botanikus kertjében tárlatvezetéssel egybekötött bemutatón vehettek részt az érdeklődők, valamint egy történelmi témájú előadás is várta a faluházba a látogatókat. A felvidéki származású producer Zolcer János különleges kapcsolatot ápolt a néhai Mihai Gorbacsovval, a Szovjetunió utolsó vezetőjével. 20 éves barátságukat egy dokumentumfilm sorozattal és egy különleges történelmi életrajzi könyv megjelentetésével pecsételte meg. Ő ajánlkozott még tavasszal, hogy szívesen eljönne ide is könyvbemutatót tartani, és akkor én arra kértem, hogy ne könyvbemutatót tartson, hanem beszéljen Gorbacsovról, Gorbacsov politikai karrierjéről, és Gorbacsovról, mint magánemberről beszéljen. Hozott is egy rövid kisfilmet, amiben a Gorbacsov elleni pucs kísérletről, pucsról volt szó, de ez ugye ez inkább csak egy kiinduló pont volt hogy beszélgessen az érdeklődőkkel. Zolcár János közel 20 évvel ezelőtt elhatározta, hogy barátja Mihail Gorbacsov közreműködésével bemutatja az 1980-as évek legfontosabb politikusait. Heteket töltöttek George Bush elnöknél, Helmut Kohl kancellárnál, Simon Perez államfőnél, vagy éppen Hans-Dietrich Genscher külügyminiszternél. 6 szem közt eredtek az egyes történelmi események nyomába, és törekedtek arra, hogy egy objektív valóságot mutassanak be az olvasóknak. A Gorbacsov titkai című mű már a második kiadását éli meg. Ezekkel a politikusokkal tehát úgy beszélgettek, hogy Gorbacsov volt a kérdező, és ezeket a beszélgetéseket, interjúhelyzeteket felvették, és ebből is született ugye egy dokumentumfilmsorozat. És ez, illetve a hozzáfűződő egyre inkább barátivá váló viszony, ami az ő látásmódját egyedivé teszi, illetve az ő beszámolóit különlegessé teszi. Zolcár János különleges bizalmi kapcsolatot ápolt a Szovjet Kommunista Párt főtitkárával, a Szovjetunió későbbi elnökével, az idén elhunyt Mihail Gorbacsovval. Számtalan személyes történet tanúskodik kettejük barátságáról. Minden sorkedvenc szakaszom nincs amit úgymond másképp vagy írnám, vagy kihagytam volna. Az egyik nagyon kedvenc szakaszom, ezzel is kezdem a könyvet, ahol elmesélte nekem Gorbacsov, hogyan beszélte meg a feleségével, hogy elvállalja a főtitkári feladatokat vagy sem. Egy éjszaka kivonultak a kertbe, és éjszaka egy fa takarásában beszélgettek, hogy a KGB ne tudja őket lehallgatni, és ennek tiszteletére egy szívecskét vágyt a fába, ami még ma is ott van, amiről senkinek nem beszélt, nekem megmutatta, lefényképeztem, tehát rengeteg kedves történet van még benne. Világnézetileg megegyező véleményen voltak, azonos volt az ízlésük kulináris téren is. Nyelvi nehézségek sem léptek fel közöttük, így könnyen megtalálták a közös hangot egymással. Én voltam szinte az egyetlen ember, akit például a dácsájában bevitt abba a hálószobába, ahol a feleségével együtt használtak, és miután a felesége 99-ben meghalt, lezárta a szobát, még a takarítónő se volt ott azóta. De sok-sok ilyen pont volt az életében, amire azt mondhatom, hogy csak nekem mondta el, csak nekem mutatta meg. És hát nagyon sok olyan is van, amire meg is kért, és abba is maradtunk, hogy ez a kettőnk titka marad. Gorbacsov nagy várakozással tekintett a könyv megjelenésére már a filmforgatás hosszú évei alatt is. Az egykori politikus az író lelkére kötötte, hogy ne egy történészeknek szánt mű kerüljön ki a keze alól, így született meg ez a modern dokumentum mese gyűjtemény 280 lábjegyzettel, 130 QR kóddal. A szerző kapcsolatban maradt az egykori államfő családtagjaival is, szeretne velük találkozni.
hozni a közeljövőben? Gorbacsovnak ugye a felesége meghalt, van egy lánya, az Irina, ő Németországban élt, van két lánya az Irinának, és az egyiknek van egy lánya. Mindannyian külföldön élnek, Londonban vagy Berlinben. Velük tartom a kapcsolatot, beszéltem a halál után is, és ahogy mód lesz rá, majd szeretném őket Berlinbe meglátogatni. Zolcár János gyűjtő szenvedélye nem festményekre vagy egyéb értéktárgyakra korlátozódott. A múlt lenyomatait másmilyen módon kívánta megőrizni. A 90-es években a piacgazdaság elején Oroszországban különös módon sikerült gazdagítani az archívumát, mellyel Gorbacsovnak is tudott még újat mutatni. Nyomára jutottam egy olyan archívumnak, amit az egyik állami archívum munkatársa az évtizedek alatt szépen hazahordott, és a háromszobás lakása dugig volt kazettákkal, szinte csak egy ágynak volt már hely, és amikor látta, hogy nekem ez mennyire tetszik, mennyire érdeklődött, mondott egy árat, és hozzátette, de ez lakással együtt értendő. Így aztán a kazetták mellett egy lakást is vettem. Voltak olyan felvételek például az első atomrobbantásról Cseljabinszkba, amit én mutattam meg neki, amit ő korábban nem látott, és ő se volt egy olyan ember, aki, hiszen amikor meghalt, gyakorlatilag se lakása, se autója, még egy mobiltelefonja se volt, minden állami volt. A kutatók éjszakájától függetlenül az est folyamán megcsodálhattuk Gergely Jolanda Budakalászon élő erdélyi származású festőművész képeit, melyre a kiállítás megnyitó után még két hétig lesz lehetőségünk. A Folk kocsma keretein belül pedig a Lembirág táncegyüttes vezetésével perdülhettek táncra kicsik és nagyok a Csóri Sándor programnak köszönhetően. Akiknek még ezek után is hiányérzetük volt, egy írástörténeti sorozatba is belehallgathattak. Késő estig pezsgett az élet pénteken a Faluházban sokak örömére. Több napos programsorozat várja egész héten a könyvtári napok résztvevőit a térségből a Hamvas Bélapest megyei könyvtárban. Az esély és az idén 70 éves intézmények állnak a tematikus előadások középpontjában, ahová a budakalászi olvasókat is várják. Évről évre találkoznak a könyvtári napok keretében a megyei és a települési könyvtárakban dolgozók. A helyszín idén is a Szentendrei Hamvas Bélapest megyei könyvtár, amihez Budakalász is tartozik. A környező településeken élőket is szeretné megszólítani programjaival a 70 éves intézmény az évfordulóval kapcsolatban. 6 programunk lesz, mindegyik nagyon értékes és tartalmas. Az esély van a középpontban. Szerdán esély az emberi méltósághoz. Ezt a programunkat szintén a komáromi rajzborbála tartja, majd aki Kokas Klára tanítványa volt, aki hát ennek a fejlesztő mozgás művészeti ágnak a kidolgozója volt. És szeretettel várunk gyerekeket, leginkább a 6 és 12 év közötti korosztályt regisztrálni lehet a komáromi.orbala@kukac.pmk.hu e-mail címen, de a honlapunkon pontosan megvan ez. Pénteken, október 6-a kapcsán a 48-as forradalomról tart előadást a Jövő esélye a múlt ismerete címmel Herman Róbert, Görgei Artúrról és az aradi vértanúkról. Október 7-én, pénteken délután a gyermekek és a fiatalok esélyei és jogai címszó alapján egy fiatal szentendrei írót ismerhetnek meg, a könyvtárba látogatók, Juhász Kristófnak hívják. Ő egy könyvbemutatót tart, és egy beszélgetést, és hát lehet kérdéseket föltenni. Ez a péntek, és végül, de nem utolsó sorban, szombaton 10 órakor a Kálvária út és a Radnóti sétány sarkán lesz egy találkozó, ahonnan pedig egy már hagyománnyá váló kirándulás lesz Hamvas Béla házához, ahol is Weiner Senyei Tibor új könyvét bemutatja, ami Vörös Sándorról szól.
A programsorozat Pongrácz Judit módszertani és hálózati igazgatóhelyettes Pest megyei könyvtárról szóló előadásával kezdődött. 1952-ben jött egy olyan minisztertanácsi rendelet, amely meghatározta azt, hogy minden megyében megyei könyvtárat kell létrehozni. Itt csak egy kicsit kiraktam, de nem fogom felolvasni. Tehát az a lényeg, hogy minden megyében, megyei könyvtárnak az év végéig, 52. év végéig létre kellett hozni egy, tehát létre kellett jönni a megyei könyvtáraknak. És akkor ezek 52. márciusában Békés megyében történt meg először, és hát Pest megye, ahogy látjuk, az 52. december 31-én szilveszter napján, tehát mi szilveszterkor töltjük be igazából ezt a 70 évet, a megyei könyvtárak között utolsóként alakultunk, de ettől függetlenül egy nagyon szép története van a könyvtárnak. És akkor visszamennénk egy kicsit az előzményekhez, mert az 1945-ös években ugye létrejöttek a népkönyvtárak, illetve már akkor először Pest megyében művelődési autót hoztak létre, ami járta a megyét, a településeket, és itt könyveket is szállítottak a különböző kis könyvtárak, vagy kis településekre. Ez egy nagy, manapság vannak olyan megyék, ahol könyvtárbuszok vannak, azok már egész más méretben vannak, de vannak települések, amit csak úgy tudnak ellátni. Tehát ez az előzménye volt annak. Aztán korai Pest megyei könyvtár először a Kristóf tér alá költözött, ott alakult meg a megyei könyvtár, és a fő feladata a módszertani feladatok ellátása volt, tehát a megyében lévő könyvtáraknak a munkájának a segítések, szakmai támogatása. És azért, hogy a megye könyvtárainak az állománya, könyvállománya az meg tudjon újulni, ezért egy könyvkötészetet is hoztak létre. A könyvkötészet mind a mai napig nálunk működik, és szintén feladata az, hogy a megyében a könyveket behozzuk és beköttessük. Aztán költözött a könyvtár, a Moszkva tér mellett határozták meg az új helyét, Krisztina körúton, de azt fel kellett újítani azt az épületet, addig a könyvtár elköltözött ide Szentendrére, a József Attila művelődési házba, illetve csak az állományai része, illetve az állományt feldolgozó könyvtárosok voltak itt, a módszertani kollégák, ők járták a megyét és Pesten találkoztak, ott volt a székhelyük. Majd az érdeklődők Komáromi Borbála vezetésével megnézhették a könyvtár látogatók elől elzárt részeit, pincétől a padlásig. Aki szeretne részese lenni a programoknak, bővebb információt az intézmény web és közösségi felületén talál. Végül a várható időjárásról. Szerdán hűvös lesz a reggel, 2 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, helyenként pára, ködfoltok képződhetnek. Napközben a napsütést fátyolfelhők szűrhetik, csapadék nem várható. A délies szél főként a Dunántúlon élénkülhet meg. Melegedés kezdődik, délután 17-22 fokot mérhetünk. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink, még egyszer röviden. Több budakalászi ingatlant érintő kérdésekben is döntött múlt hét szerdán Budakalászváros önkormányzat képviselőtestülete. Rendkívüli rezsitámogatással és lakásfenntartási támogatással segít Budakalászváros önkormányzata a lakosságnak. Különböző területek titkaiba pillanthattak be az érdeklődők a Kóskároly Művelődési Ház és Könyvtár által szervezett kutatók éjszakáján. Ez volt mai hírmagazinunk a Budakalász ma. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Budakalászt, mert hamarosan kezdődik Félidő című magazinműsorunk, melyben Malárik Attilával, a Vízeljárók Egyesületének elnökével beszélgettünk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/TV Budakalászon.
A közösségi oldalakon is elérhetőek vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!